115 évvel ezelőtt azok a híres, neves emberek, akiket majd Éva név szerint fog nevezni, olyan hagyományt alapoztak meg, amelyet nagyon kevesek ebben az országban, és nagyon kevesen a világon. A Halasi Csipke története a Kezdetektől napjainkig címmel a Kiskunhalasi Csipkeház igazgatója Széchenyi Rédei Éva tartott előadást a Kulturális Központban a Csipke kiállítás megnyitóját követően. Mint mondtam, nagyon szívesen tettek eleget a központ invitálásának, és hozták kiállításukat Paksra. Az esemény megszervezésében nagy szerepe volt Vencel László, Pakson élő famívesnek is. Ez évben ünnepeljük a 115 éves évfordulóját a Halasi Csipkének, és mi kiírtunk még tavaly év végén ennek kapcsán egy csipketervezési pályázatot, és egy országos hatáskörű csipketervezési pályázatot. Utoljára ilyenkor ilyen tervezési pályázat a 70-es években volt, és ezt a tervezési pályázatunkat egy halasi születésű, de paksi lakos Vencel László nyerte meg, és az ő közben járására tudtunk idejönni a Csengei Dénes Művelődési Házba, és bemutatkozni a paksi közönségnek. Több mint 100 pályázat érkezett az ország minden tájáról, közülük lett az első helyezett egy páva motívummal Vencel László, aki további együttműködést tervez a Csipke Múzeummal. A Csipkeház vezetése, akik gyakorlatilag nagyon sok éve, szinte azt mondhatom, hogy 40 éve közeli ismerőseim, elmondták, hogy milyen szempontok mellett lett az én pályamunkám az első helyezett, és ebből az egyik legfontosabb, legkiemelendőbb a rajznak a modernsége. Én megmondom őszintén, felajánlottam a Csipkeháznak, hogyha ennyire tetszett ez a látásmód, ami az én sajátom, akkor én nagyon szívesen állok rendelkezésükre. És bár még nincs materializálódott bizonyíték erre a további együttműködésre, egy 12 darabos készlet van előkészítés alatt. Arra kértek engem, hogy a 12 zódiákus jegyet próbáljam meg a Halasi Csipke nyelvén megfogalmazni, és a tervek elkészültek, arra várunk, hogy egyszer csak zöld lámpát kap a dolog, és elkezdik az asszonyok varni. Végső Károlyné csipkevarró készítette el az immár hungarikummá vált Halasi Csipke egyik legszebb darabját, a Juliana terítőt. Másfél év, 3600 munkaóra alatt. A terítőt, amely nevét Juliana holland királynőről kapta, Paksra is elhozták. Fizikailag úgy lehet bírni, hogy nagyon nagy kitartás kell hozzá, és türelem, meg jó szem, meg hát az ülő képességünk, hogy azért ülni nagyon, hát ez 8, napi 8 órával, de viszont akármikor felállhatunk és pihenhetünk, sétálhatunk, nagyon gyönyörű parkunk van, és az gyönyörű feltöltődést ad a munkánkhoz. Ez egy életmű, ez a nagy terítő, mert ez egy ilyen nagy ilyen lehetőséget, szóval 40 év alatt csak egyszer kap az ember. A megnyitón csellón közreműködött a ProArtis Művészeti Iskola tanára Gajzágon Marian és növendéke Kovács Kéra Diana. A kiállítás november 5-ig tekinthető meg a Csengei Központ emeleti kiállítójában.